Kedves nézőink, üdvözöljük Önöket, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora. Jelentős segítséget nyújt a felnőtt képzés régiónk hátrányos helyzetben élői számára, hogy elhelyezkedjenek a nyílt munkaerőpiacon, de mi lesz a helyzet évtizedek múlva? A témával rövidesen, részletesen is foglalkozunk, íme a mai témáink előtte. Pályázhatnak a civilek, megjelentek a Nemzeti Együttműködési Alap kiírásai. Második esély, hátrányos helyzetű felnőtteknek segítenek. Várják a középiskolásokat, nyílt napot tartott a Nyíregyházi Egyetem. Múlt héten megjelentek a Nemzeti Együttműködési Alap 2025-re vonatkozó pályázati kiírásai. A civil szervezetek számára megnyitott forrásokat a miniszterelnökség biztosítja. Az egyszerűsített, valamint összevont pályázatokat a nemzetpolitikai informatikai rendszeren keresztül lehet benyújtani december 12-ig, illetve december 13-áig. A civil szervezetek számára a Nemzeti Együttműködési Alap egy nagyon fontos forrás. Ezen az alapon keresztül már évek óta egy nagyon jelentős, több mint 10 milliárd forintot juttat a civil szervezetekhez Magyarország kormánya. A Nemzeti Együttműködési Alap talán legjobban várt pályázati kiírása az úgynevezett egyszerűsített és az úgynevezett összevont működési és szakmai támogatás. Az egyszerűsített pályázaton alapvetően a kisebb helyi vagy területi illetőségű szervezetek tudnak indulni, amelyek rendelkeznek legalább 2 lezárt üzleti évvel, és ezek a szervezetek a saját működési céljukra maximum 400 ezer forintra pályázhatnak, viszont van egy olyan könnyebbség, hogyha formailag hibátlan a pályázatot, tehát hogyha a formai bírálaton átmegy, keret kimerüléséig a támogatás automatikusan jóváíródik számukra, tehát automatikusan, ha formailag a pályázat megfelelő, akkor támogatásban részesül, tehát itt nincs szakmai bírálat a úgynevezett egyszerűsített pályázatnál, ez egy kisebb összeg, maximum 400 ezerre, minimum 100, maximum 400 ezer forintra tudnak a civil szervezetek pályázni, de viszont egy sokkal gyorsabb és egyszerűbb elbírálás van, hiszen amennyiben formailag pozitív a pályázat elbírálása, akkor forrás rendelkezésére állásáig nyertese is nyilvánítódik. A másik az a úgynevezett összevont pályázat, ahol szakmai vagy csak működési, vagy összevont szakmai és működési célra pályázhat a civil szervezet. Itt minimum 400 ezer forintot tud igényelni a szervezet. Ha csak működési célú kiadásokra pályázik, akkor maximum 3 millió forint erejéig pályázhat, amennyiben viszont működési és szakmai célterület egyaránt érintett a pályázatba, tehát szakmai tevékenységre is pályázik a civil szervezet, akkor 4,5 millió forintig. Nagyon fontos, hogy a határon túli civil szervezetek is részt vehetnek ebben a pályázati körben, tehát ők is pályázhatnak, de amit még jobban ajánlanék a figyelmükbe, hogy lehetőség van határon átívelő együttműködési pályázatot beadni. Anyaországi, mondjuk egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei civil szervezet, mondjuk Apagyról pályázhat együtt, mondjuk egy szatmárnémeti civil szervezettel közös ifjúsági, karitatív, szabadidős programok megvalósítására. Fontos elmondanunk, hogy ez egy olyan civil pályázat, amelyen minden civil szervezet indulhat, hiszen az 5 kollégium, a közösségi környezet, a kultúra, a közművelődés, az oktatás területén, a társadalmi felelősségvállalás kollégium, a szociális, karitatív, roma integrációs, hátrányos helyzetű térségek felzárkóztatása területén várja a pályázó civil szervezeteket. A mobilitás és alkalmazkodás kollégium várja alapvetően a polgárőr, sport, halász, vadász, madarász, tűzoltó, bármifajta mentő szervezetek pályázatait. A Nemzeti Összetartozás kollégium, az egyházi, a nemzetiségi és a határon átívelő együttműködésekkel, nemzeti összetartozással, népművészettel foglalkozó szervezetek pályázatait, és van még az új nemzetik jövőért kollégium, ott pedig a környezetvédelmi
jövő nemzedékével kapcsolatos gyermekvédelmi és ifjúsági pályázatokat várják. Tehát nagyon széles a spektrum, minden civil szervezet meg tudja találni azt a kollégiumot, amelyhez érdemes pályázni, és én mindenkit is biztatok a pályázásra. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye civil szervezetei minden évben nagyon jelentős mértékben vesznek részt ezen a pályázaton, nagyon jó pályázatokat szoktak beadni. Én gratulálni szeretnék ezúton is az itt működő civil szervezeteknek, és nagyon eredményes évet kívánok a pályázás terén, hiszen azt gondolom, hogy egyrészt azokkal a munkaórákkal, amelyet szorgalmukból, szabadidejükből ezekre a pályázatokra fordítanak, illetve azzal a tevékenységgel, amelyet elvégeznek minden évben, pályázatoktól függetlenül a pályázatokkal is nagyon sok jó dolgot működtetnek, de önmagukban is ezek a civil szervezetek nagyon értékesek a vármegye számára. Szeretném ezúton is megköszönni ezt a munkát, hiszen enélkül a munka nélkül ez az alap se érné el a célját, hiszen ők azok, akik élettel töltik meg ezeket a forintban kifejezhető támogatásokat. Tehát az ő életük, az ő mindennapjaik, az ő hozzáadott értékük, az ő szavuk, az ő lehajolásuk egy jelesett embertársunkhoz, az ő ifjúsági akciójuk, az ő gyermektáboruk az, ami élővé teszi ezeket a támogatási formákat. A Nyíregyházi Egyetem idén először kapcsolódott be workshop szervezésével a Nemzeti Szakképzési Centrum és Felnőtt Képzési Hivatal projektjébe, amelynek célja a helyi eredmények megismertetése a szakmai közönséggel. Az eseményen főként a hátrányos helyzetű felnőttek képzésével kapcsolatos tapasztalatokról számoltak be az előadók a workshopokon. A program céljairól, az eddigi tapasztalatokról és a térségünket érintő egyéb társadalmi témákról dr. Kerülő Judit, szociológust, főiskolai tanárt, a workshop mentorát kérdezem. Csókolom, tanárnő, köszönjük szépen, hogy itt van nálunk. Én köszönöm a lehetőséget. Lehet, hogy egy kicsikét, hát ködös volt az iménti megfogalmazás a felkonf kapcsán, úgyhogy arra kérem, hogy avasson be a részletekbe, hogy pontosan miről volt szó. Nagyon fontos volt a felkonferáló szöveg. Valóban azt néztük meg, hogy a felnőtt képzésről, amiről valamennyien tudjuk, hogy egy élethosszíglan tartó tanulással szoktuk jellemezni a felnőtt képzés sajátosságait, hogy a felnőtt képzésben, ha megnézzük, hogy kik azok, akik jelentős számban részt vesznek, azt kell, hogy mondjam, azok, akiknek egyébként nem lenne rá szükségük, mert 2-3-4 diplomával rendelkeznek, és ők azok, akik érzik annak a fontosságát, hogy folyamatosan továbbképezzék magukat. Mi azt a címet adtuk, hogy második esélye a felnőtt képzés. Azaz, azok, akiknek valami miatt úgynevezett rendes korukban, tehát iskolás korukban, vagy fiatal korukban nem volt lehetőségük, hogy szakmát szerezzenek, olyan ismereteket szerezzenek, amivel a munkaerőpiacon el tudnak helyezkedni, hogy vajon ők mennyire részesei ezeknek a felnőtt képzési lehetőségeknek. És volt még egy nagyon fontos szempontunk, hogy rengeteget lehetett olvasni arról, hogy az Európai Uniós pályázatok elsősorban a hátrányos helyzetű térségekre koncentráltak, ezen belül pedig az alacsony iskolai végzettségű munkavállalókra, akik a munkaerőpiacon nem tudtak elhelyezkedni, vagy nem tudtak a szakmájuknak megfelelően munkát találni. És arra voltunk kíváncsiak, hogy vajon mi van azokkal az emberekkel, akik ezeket a képzéseket igénybe vették, vajon mennyire volt sikeresek, mennyire voltak sikeresek ezek a projektek, tehát valóban el tudtak-e helyezkedni azokat az ígéreteket, amelyeket nekik megfogalmaztak a képzés elején, vajon be tudták-e váltani. És ezen kívül még olyan speciális kérdésekkel foglalkoztunk, amire én úgy gondolom, hogy kevés irodalom szól, például a közösségi alapítványoknak a szerepéről, illetve a roma társadalom integrációs lehetőségei, hogy a vallásnak például milyen szerepe van ebben a kérdésben, és itt megint az oktatás kérdése jön elő, és én magam egy olyan témával foglalkozom, egyrészt életkorom alapján is, hogy mi van a szeniorokkal, tehát mi van a 65 pluszosokkal, hisz tudjuk, hogy öregedő társadalomban élünk, tehát most már minden negyedik polgár 60-60 feletti, és hát ez a teljesen nem homogén csoportnak mi a elvárása, elképzelése
az élethosszígon tartó tanulásra. Tehát ha össze kéne foglalni, akkor erről szólt a projekt. Volt téma bőven, akkor körbe lehet járni, és hát azért néhányat járjunk is körbe, akkor a képzési programok, tehát azok, amelyek megvalósultak ugye a hátrányos helyzetűek körében, mennyire voltak akkor az önök tapasztalatai szerint eredményesek? Mi szándékosan olyan előadókat hívtunk, akik a úgynevezett jó gyakorlatokat tudják bemutatni. Azt gondolom, hogy a jó, mástól tanulni az jó dolog. Úgyhogy két olyan példát ismertünk meg, ami kimondottan hátrányos helyzetű településeknek a felnőtt képzése volt, és azt tapasztaltuk, illetve azt mondták el a előadók, hogy óriási eredmény, hogyha egy 20 fős csoportból 4-5 ember el tud helyezkedni, illetve motiváltá válik, hogy azt a szakmát, amit ő ott a képzés során elsajátított, bővítse, szélesítse. Úgyhogy itt szándékosan a jó gyakorlatok bemutatására került sor. Én azt gondolom, hogy ezek fontos ismeretek, pláne olyan konkrét esetek kapcsán, ami már megvalósult, és tényleg el tudjuk mondani, hogy milyen problémákon keresztül sikerült ilyen eredményeket elérni. És hát azt azért tudhatjuk, hogy eléggé nagy munkaerőhiánnyal kezd küzdeni Magyarország térségünknek is, illetve megyének is bizonyos részei, úgyhogy a hátrányos helyzetűeket nagyon jó dolog megcélozni, beemelni őket is a munkaerőpiacra. Ez így van, de óriási problémákat is jelent ez a képzés, hisz gondolja el, ők többségében az iskolai karrierjüket kudarccal élik meg, hiszen azért nem tanul tovább jellemzően, mert olyan kudarcok érik. Nagyon nehéz motiválni őket, és nagyon nehéz elérni azt, hogy a tanuláshoz kitartás kell. Tehát az egyik pillanatról a másikra nem megy, és hát ezek többségében családos emberek, sokat csalódott emberek, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon jelentős odafigyelést és módszertani kultúrát igényel, hogy ezeket a résztvevőket meggyőzzük arról, hogy a tanulás révén, kizárólag csak a tanulás révén sikerül majd a jelenlegi helyzetüket valamilyen módon javítani. Tehát itt nem szakmai gyakorlatokról volt szó, hanem akkor elméletről. Szakma volt. Tehát itt mindenütt szakmatanulás volt. Az egyik egy varónő, tehát olyan embereket választottak, főleg hölgyeket, akik korábban még tűt se fogtak a kezükbe, és hát nagyon sikeres eredményeket értek el. Tehát már az is siker, hogyha otthon meg tudja varni a gyerekek vagy a család számára a ruhát, vagy meg tudja javítani, de itt nagyon szép eredményeket értek el. Én úgy emlékszem, hogy 20-ból 8-an el tudtak helyezkedni, és 2 pedig tovább tanult, tehát ő igyekezett ezt az ismeretét kicsit szélesíteni. Szeniorok, hát ők is azért egy jó munkaerőtartalék. Bár nem ebből a szempontból vizsgálták? Szeniorokat nem. De, amit mond, ez nagyon érdekes, mert ugye a szakirodalom úgy hívja ezt a korszakot, hogy harmadik kor. Az első kor a gyerekkor, a második kor, amikor az ember munkaerőpiaci aktivitása időszakában él, és a harmadik kor, amikor már munkaerőpiaci szempontból inaktív, de még erejetejében van, akár szívesen dolgozna is, de nem szeretné, hogyha már csak az lenne a dolga, hogy számolja a napokat. Na és ez a szenior képzés, ez igazán a 65 pluszosok számára íródik ki. Én magam is aktív résztvevője vagyok a képzésnek. Ezek a képzések arra szolgálnak, hogy egy kicsit egyrészt új ismerettel gazdagítsuk a résztvevőket, hiszen számtalan olyan társadalmi hatás van, amire föl kell őket készíteni. Például, ezt nem én tartom, egyik kollega az internetes csalásokkal foglalkozik. Én, amivel foglalkozom, ez hogyan őrizzük meg szellemi frissességünket. És ezek gyakorlatokon keresztül, játékokon keresztül próbálják meg elérni, hogy azt a demenciát, amitől mindannyian rendkívül félünk, azt toljuk ki
minél inkább toljuk ki, és el nem hiszi, olyan eredményeim vannak, hogy a nappali tagozatos hallgatókat simán verik a játékokban, a gyakorlatokban, figyelem, koncentráció, emlékezetfejlesztő típusú gyakorlatokban a résztvevők. És nagy öröm, nagy nevetés, és van még egy nagyon fontos, van hova felöltözni. Hát így igaz. Meg a közösség ereje azért az is nagyon-nagyon fontos. Beszéljünk egy másik dologról, ami részben egyébként összefügg ezzel is, ugye a munkaerőpiaccal, ez pedig egyébként a demográfia, mert hát ugye azért, hogyha a munkaerőpiacról beszélünk, azért eléggé félő, hogy nem lesz, aki fog dolgozni, kívülről akár a megye is. E tekintetben egyébként mit lehet elmondani, hogy 20-30 év múlva lesz-e, aki dolgozzon itt Nyíregyházán, illetve Szabolcs-Szatmár-Berek-megyében? Hát szeretném, hogyha 20-30 év múlva visszatérhetnénk majd erre a beszélgetésre, és megkérdezné tőlem 20-30 év múlva, hogy mennyire találtam el a jövőt. Hát az adatok azért eléggé elgondolkodtatóak. Éppen erre a beszélgetésre készülve néztem meg, hogy 2010 óta a tavalyi év volt, ahol a legkevesebb gyerek született. Ez körülbelül 84-85 ezer gyerek születik egy évben, és 130 ezer ember hal meg durván. Ami azt jelenti, hogy a halandósági mutatóink azok szinte változatlanok, a születési mutatók pedig csökkennek. Tehát itt azért majdnem 50 ezres hiány van, és még a népszámlálásnál 9 millió 600 ezeren voltunk, és ez 2022. októberében volt, azóta már több mint 150 ezerrel vagyunk kevesebben. Tehát fogy a népesség, és itt van a másik, amiről az előbb beszéltem, hogy öregszik. Ez az egyén szempontjából jó, mert a várható élettartam nő. De a társam szempontjából nagyon sok problémát felvet, például a munkaerőpiac. A munkaerőpiaci aktivitás, illetve hát a szociális gondozás, a szociális ellátás. A 65 éveseknek kétharmada magányos, egyedül él. Tehát ezek olyan szociális gondokat és problémákat jelentenek, amire valóban föl kell készülni. És igen, a munkaerőpiacnak még van egy komoly kihívása, a migráció. Ugye ez a ki és a be vándorlás. Látjuk, gondolom családok ismerősök körében tapasztalja, hogy azzal, hogy mi az Európai Uniónak 2004 óta tagjai vagyunk, ez azt jelentette, hogy megnyílt a munkaerőpiac a magyar fiatalok számára. És hát akik külföldi munkavállalásba gondolkodnak, ők azok a kvalifikált, jól képzett munkaerők, akiknek a magyar munkaerőpiacnak is szüksége lenne rájuk. Hiszen csak úgy tud kint elhelyezkedni, hogyha kvalifikált nyelveket beszél. Tehát úgy gondolom, hogy érdemes ezekkel a problémákkal foglalkozni. A tudomány és a kutatók alaposan körbe is járják ezeket a problémákat, hogy vajon milyen lehetőség lenne a születések számában a növekménynek. Ugye látjuk, hogy a népesedés politika elég frekventáltan foglalkozik, és ehhez képest nincsenek eredmények. Tehát még egyszer mondom, 2010 óta a legalacsonyabb születésszám 2023-ban volt. Ugye 2024-nek még nincs vége, tehát még az idei évet nem tudjuk. Ennek ellenére, hogy a népesedés politika frekventáltan a születésszámok növekedésében érdekelt, nincsenek eredmények. A halálozási arányok szinte változatlanok. Vegyük ki most a Covidot, mert az egy rendkívüli helyzet volt. Úgyhogy valóban jogos a félelem, bár azt lehet mondani, hogy a születések számát tekintve az országban Szabolcs megye nem áll rosszul, hiszen három megye van, ahol a születések száma a legmagasabb, ez Borsod megye, Hajdú megye és Szabolcs-Szatmár-Berek megye, ugye ezt a megyét mindig úgy is hívták, hogy az ország bölcsője.
Tehát akkor összegezve azért el lehet mondani, hogy sajnálatos módon ennek a demográfiai csökkenésnek, ha kárvallottja lesz valamelyik térség, akkor az főként a vidék, mert hát gondolom azért a városoknak azért van egyfajta vonzó hatásuk. Hát ha megnézzük, ami tehát gyakorlatilag a Pest, a főváros és a főváros környéki agglomerációnál nem lesz probléma, hogy itt a megyében és különösen a határ melletti területeken hogy alakul majd a munkaerőpiac, erről én szívesen jövök 20 év múlva, vagy 30 év múlva, és akkor beszélgethetünk. Igen, nagyon sok mindentől függ, függ majd a gazdaságpolitikától, függ attól, hogy az autópályák merre mennek, függ attól, hogy hol lesz ipar, ez az ipar milyen kvalifikált munkaerőt igényel, ide hozza-e a jól képzett fiatalokat a megye, hogyha valóban jó fizető és kvalifikált munkaerőt él. Hát látjuk, hogy a Legónak azért a hatása is milyen erős, nem csak a gyerekek szívesen mennek a Legóba, hanem azt gondolom, hogy a nyíregyháziak is büszkék arra, hogy mondjuk itt van a Legó. Tehát sok-sok tényezőtől függ, de ha a demográfiai oldalt nézzük, és kizárólag a demográfiai oldalt nézzük, akkor azt tudom mondani, hogy most még országosan a születések számában nem áll rosszul a megye, de ez a tendencia, ez ugyanúgy érvényes erre a megyére is, mint az ország különböző részére. Tanárnő, köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. Köszönöm. Nyílt napra várta az érettségi előtt álló fiatalokat a Nyíregyházi Egyetem. A rendezvény célja, hogy a végzős középiskolások testközelből megismerhessék az intézmény legnépszerűbb képzéseit, valamint az újonnan induló szakokat. A továbbtanuló diákok 2025. február 20-áig adhatják bejelentkezésüket a kiválasztott felsőoktatási intézménybe. A Nyíregyházi Egyetem elnök helyettese Vajda Ildikó ismertette az intézmény képzési kínálatát. Nem csak a Kodályteremben ülők hallgatták figyelmesen, a folyosók is megteltek végzős középiskolásokkal. Ők a kiállított standoknál tájékozódhattak, az intézetek nyújtotta lehetőségekről, legyen szó tanulásról, a későbbi állás lehetőségekről, vagy a kikapcsolódásról. A Nyíregyházi Egyetem nyílt napja több éves hagyományra tekint vissza, és pontosan azért szervezzük ezt a nyílt napot, mert szeretnénk minél szélesebb körben bemutatni a Nyíregyházi Egyetemen folyó életet és a képzéseinket. Természetesen ez csak egy nap, de ezen kívül az egész éves beiskolázási tevékenységünk is nagyon aktív, és igyekszünk olyan programokat kínálni az egyetem berkein belül is az érdeklődőknek, a felvételi előtt állóknak, hogy betekintést nyerjenek a Nyíregyházi Egyetem képzéseibe, szakjaiba. Gondolok itt akár a nyitott tanterem programokra, vagy akár a Mozdulj Középiskolás a Nyíregyházi Egyetemmel program sorozatba, amelynek keretében az egyetemiskákkal sportolhatnak a középiskolások, ezzel kapcsolatokat építve és valóban megismerve a Nyíregyházi Egyetemen folyó diák életet. Mit mutatnak az előző évek? Mik a sláger szakok, és mik azok a szakok, amik bár oktatói szemmel nagyon izgalmasnak tűnnek, de talán kevesebb fiatal választja? Igen, hát a hagyományokra épülő szakjaink a pedagógus képzés, a műszaki képzés, az informatikai képzés, amelyek jelenleg most a legnépszerűbbek, és természetesen erősítjük a természettudományi képzési területen a szakjainkat. Országos tendencia, hogy erre kevesebben jelentkeznek, sajnos ez a Nyíregyházi Egyetemen is ugyanígy látszik, azonban próbálunk olyan új módszereket, innovációt, és egyáltalán a szakoknak az ismertetését preferálni, amelyel érdekesebbé tehetjük a szakjainkat, bemutatókat szervezünk, fizikai kísérleteket, akár a kutatók éjszakájára is behívjuk a középiskolásokat, és próbáljuk azt a fajta módszertani megújítást bemutatni, amelyel vonzóbbá tehetjük ezeket a szakokat. Azon túl, hogy számos lehetőséget nyújt az egyetem, milyen lehetőséget nyújt akár azoknak a hallgatóknak, akik valamilyen hátránnyal indulnak? Igen, a Nyíregyházi Egyetem egy azon kívül, hogy közösségépítő és egy nagyon családbarát egyetem, esélyteremtő egyetem is. Különféle támogatásokkal, ösztöndíjakkal próbáljuk a hátrányokat kompenzálni, akár egészségügyi, akár szociális hátrányról van szó.
minden hallgatót szinte egyenként ismerünk, és minden hallgatónak igyekszünk egyénileg megoldani és orvosolni a problémáit. Ösztöndíjakkal, egyéb más tanácsadásokkal, segítéssel. Ebben nagyon fontos szerepet játszik a mentálhigiénés és esélyegyenlőségi központ. Nagyon-nagyon hasznos munkát végeznek a kollégák, akik ott dolgoznak, a mindennapjaikat segítik azoknak a hallgatóknak, akik ebben rászorulnak. A nyílt napon nem csak prospektusokból tájékozódhattak a diákok, az adott szakon tanító pedagógusok is szívesen beszélgettek az érdeklődő középiskolásokkal, köztük Minya Károllyal, a Magyar Nyelvészeti Tanszék intézetigazgatójával. Különböző középiskolákba látogatunk ki, rendezvényeket szervezünk nekik, például nálunk a Nyelv és Irodalomtudomány Intézetben Mizser Lajos helyesírási versenyt rendezünk számukra, és nagyon-nagyon sok programmal szolgálunk. Ennek meg is van az eredménye, mert valóban nagyon sikeresen nő a hallgatói létszám. A magyar szakot illetően csodálatos módon, ezt kell mondanom, mert mi ugyanúgy dolgozunk, megnőtt az érdeklődés, és az elmúlt két évfolyamon kétszer annyi hallgatónk van, tehát érdekli őket a magyar nyelv és irodalom, és az angolról, illetve az anglisztika alapszakról nem is beszélve, tehát az angoltanár és az anglisztika alapszakról, ugyanis az mindig szinte az első helyezett az egyetemen, mármint az angoltanári, amelyet a leendő hallgatóink választanak. Most ezeken a szakokon hozzávetőlegesen hány diák tanul? A magyar szakon összesen a levelezőssel együtt nem sok, mint minden vidéki egyetemen azért más, mint Budapesten, olyan 80-100, míg az angolon 150-200 hallgatónk van, nappal is és levelező tagozatos hallgató. Azt tudni kell, hogy ez már évek óta tendencia és jó dolog, hogy mint más egyetemeken is a levelező tagozatos hallgatók létszáma nagyobb, hiszen a továbbképzésekkel, hát egyáltalán ahhoz a jelszóhoz kapcsolódnak, hogy az élet fogytig tartó, az élet hosszig tartó tanulás. Például az irodalom tanszéken oktató kollégák nem csak tanítják ezt, hanem maguk is alkotnak szép irodalmi műveket, és nagyon sokszor megkeresik őket, és a kis zsengéiket megmutatják nekik. Másrészt pedig nyelvészetből, legalábbis részemről és a kollégáim is próbáljuk az érdekességeket is megmutatni, de hát persze ez azért ez az élménytanulás, ez nem jelenti azt, hogy ne lenne izzadságos, az ugyanolyan, mint eddig volt korábban, de azért próbálunk ilyen elemeket is belevinni, és az is nagyon fontos, hogy még egy picikét a kampányhoz kapcsolódva, hogy nálunk, azt szoktam mondani a hallgatóknak, csak az morzsolódik le, illetve hagyja el az egyetemet, aki nagyon akarja, ugyanis nálunk minden oktató külön felzárkóztató kurzust tart, ahogy az oktatásban ez történik. Foglalkozunk tudományos diákköri konferencián a TDK-zó hallgatókkal, mentoráljuk őket, és felzárkóztatjuk azokat a hallgatókat, akik látjuk, hogy lemaradtak, vagy esetleg valamilyen ok miatt jogosan, tehát indokolt ok miatt nem tudnak részt venni az órán, akkor segítünk nekik felzárkózni, és be tudják hozni a lemaradásukat. Az esemény alkalmat adott arra is, hogy az egyetem leendő hallgatói megismerkedjenek a jelenlegiekkel. Így első kézből, hiteles forrásból gyűjthetik be a tapasztalatokat, tájékozódhatnak az egyetemi közösségi életről. Másodéves tanítószakos hallgató vagyok nappali tagozaton. Úgy gondolom, hogy a Nyíregyházi Egyetemen ugyebár a sikerhez vezető út innovációval, lehetőségekkel és hatalmas segítségnyújtással van kigyőzve. Tehát szerintem érdemes, ugyanis itt a siker megalapozott, családias légkörben zajlik, és igazából, ahogyan már mondtam is, ki van kövezve. Tehát innovatív suli, innovatív egyetem, digitális egyetem és a lehetőségek tárháza végtelen. Úgy gondolom, hogy a tanítószak az nem egy szak, nem egy munka, hanem egy életérzés, egy életforma. Egy nagyon szép életérzés és életforma. Engem az motivál a leginkább, hogy ha 10-15-20 év múlva egy volt tanítványommal fogok találkozni, akkor milyen jól fog esni, hogyha megköszöni nekem mindazt a tudást, amelyet én átadtam neki. Én is nagyon sokszor jártam így egyébként, nagyon sokszor voltam ebben a cipőben, ha mondhatom és kifejezhetem önmagam így, hogy találkoztam egy-egy volt tanítómmal, pedagógusommal, és bizony
megköszöntem neki. Tehát nagyon inspiráló ez, és nagyon tetrekészséget sugal számomra ez, hogy ilyen nemes célkitűzésben vehetek részt, mint az oktatás és a tanítás. A Nyíregyházi Egyetem számos lehetőséget kínál azoknak a leendő hallgatóknak is, akik valamilyen hátránnyal indulnak. Az intézmény életében nagy hangsúlyt kap az esélyteremtés és a mentális egészség. A továbbtanuló diákoknak 2025. február 20-áig van idejük arra, hogy intézményt és szakot válasszanak a felvételi eljárásban. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb új műsorral, jövő hét hétfőn várjuk Önöket. Én kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Szép estét, jó pihenést, viszontlátásra!